te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Újra itt vagy velünk. Hát mit hallok, jelentenek a kémiaink, hogy tegnap tótoztál egy kicsit? Vagy ott voltál a tévében? Igen, igen, ott volt a műsor, és hát ez már ugye korábban fölvételre került. És nem kevertek össze benneteket? Nem. Doktor. Volt, aki azt hitte, hogy én vagyok a doktor Tóth, de nem, nekem nincs doktorátusom, hát ha majd egyszer lesz, de ugye élelmiszeripari mérnök kutató vagyok, tehát az egy más világ, de ebből is lehet doktorálni, majd ki tudja egyszer. Igen, egyetlen egy dolog érdekel a tévés felvétel kapcsolatban, hogy szép voltál? Hát nézd meg, még a hajlak Nyugtass tart. Meg. Szép voltál? Hát én nem voltam teljesen megelégedve magammal. Na, de te szigorú vagy magadhoz. Kicsit fogynom kell, úgy érzem. Kövérít tehát... a tévé, ha ne ostorozz magad. Uh-huh. Az egy vajdos tévé volt, ami visszanéztétek. De azt gondolom, hogy lehet még ezen formálni, de a lényeg az, hogy az információk elhangzottak, éppen a cukorról volt szó, nem is az a lényeg, hogy én hogy néztem ki, hanem az, hogy az információ remélem átment. Tehát az a hír, hogy a cukor, a fehér cukor helyett milyen alternatív egyebek vannak. Ugye erről volt szó is, és egy fantasztikus hangulat volt azért ott a közönség is. Fölállva tapsoltak, éjjeneztek. Nem. Néha, ha oda kapcsolok a gyerekek, és a múltkor azt láttam, hogy valaki a prostata volt, valaki meg a pisi, és akkor tologatták egymást. Meg a múltkor meg ilyen szerepjátékok vannak? Figyelj, nem hiszed, milyen performanszok vannak. A múltkor meg oda kapcsoltam, így délután, és valaki a, nem tudom, a súly volt, meg a, és akkor ők fogocskáztak, meg táncoltak a nézők. Ilyen nagyon, nagyon érdekes megoldások vannak. Te táncoltál, vagy neked kellett valamit? Volt valami kis performance a végén? Nem. Nem? Te voltál a gonosz fehér cukor, várj! Van ilyen, hogy eljátszák, nem, hogy te vagy a... Nem, csak szakemberként voltam jelen. Aha. Na és mi mondjuk kellett, vagy kellett azért, tehát volt egy-két ilyen bemutató, hogy a sejtbe bele kellett dobni a cukrot. Igen? Akkor jó. Volt egy ilyen... És volt valaki, aki sejtet játszott? Vagy... Hajzseli? Nem, a sejtet azt küldték külföldről, és ezt egy nagy üveggömb volt. A cukrot beledobtuk, kevergettük egy ilyen színes lötyben, és volt olyan, hogy hajzselét tettünk bele a nem tudom milyen üvegedénybe, és akkor abba papírt kellett belevágni. Ez volt a plak képződés az érfalon belül. Akkor kicsit olyan volt, mint egy gólyatábor, nem? Igen. Sok érdekes, izgalmas játék. Hát ennek az a célja, hogy bemutassuk azt, hogy mi történik a szervezetben is, és az a helyzet, hogy most használhatnánk szakkifejezéseket is, de az a cél, hogy ezt képiesen be lehessen mutatni, mindenki megértse, és hogy átmenjen az információ. Tök jó. Ez jó. Igen. Én nem mondom ezt, most tegnap nem láttam, csak jelen egyszer a hallgatói. Szerepet játszani, nem? Hímivel a sejt. De nagyon mozgó vagy már a kicsit fázett? Az nagyon aktív. Már az öreg sperba. Nem, az, aki egy picit így megtámaszkodik így a falnál. Liheg egy kicsit. Kicsit megtörje. Nem, aki céltudatosan hatol előre. Megy, és lassan a többiek elmaradoznak mögötte, és csak a célt látja. Hát én egy omega-3 zsírsavnak inkább jobban elképzelnélek. Igen? Kérdékel, most, hogy én nézlek omega-3 fejed. Omega-3 fejed van. Zsírsav, hát de nem lehet. Omega-3 zsír, az egészséges, omega-3 zsírsav. Igen, az eszenciális zsírsav. Legyél sperma, jobban eszenciális létfontosságú, sejtépítésbe részt vesz. Tehát fontos. Igen. Na jól van, Gáborunga, ennyit a TV szereplésről. Minden rendben, jól vagy egyébként? Láttam, hogy felvetted a kedvenc kardigánodat, ez nagyon kis fes, nagyon helyes kis kardigánod van. Jól vagyok. Most már ugye közelednek az évvégi dolgok, úgyhogy készítjük elő a diót a töltött káposztához. Úgyhogy így, tehát ugye azzal készül. És Istenem. De miért nem a káposztát? Cukkinit készítünk, és... Még engem ez a dió töltött káposzta párhuzam egy pillanatra, ez a dióból csinálod a töltött káposztát? Dióból. Nem volt más otthon? Ez volt az első, amihez hozzányúltál a spejzba, vagy? Barna dióval készül, ugyanolyan íze lesz szinte, mint hogyha húsból készítenétek. Hát ezért vitatkoznék egy kicsit. Aha, és a diós beigliben mit raktok? Káposztát. Nem, abba dió kerül, csak ugye nem cukor, hanem más típusú édesítőanyag, mondjuk eritrit, vagy nyírfacukor, vagy gyümölcscukor, más típusú cukorral készül. És a jó rántást alá teszel azért töltött káposztádnak, vagy a végén? Igen. Egy kicsit besülítse. Hát az lehet, abban az lehet. Kiszappehelyliszttel, igen. Egyszer csinálhatnátok egyébként a Ferivel egy ilyen kis együttműködést. Ha valaki nagyon szűkölnek köszönöm közül. Összeveszés lenne a vége? Ordibálás? Nem, majd nem ott a rádiót a Gábor. A Feri oldaláról lehet ordibálás. Feri megjelen egy ilyen félbödött disznózsírral, hogy egy kicsit pirítsunk alá annak a töltött káposztára, azért a Gábor leizzadna.
egyébként, ha már a bejklit említettétek, ugye a bejkli nem egy egészségtelen dolog, csak ne legyen benne mondjuk annyit cukor, és gyümölcsel kéne fogyasztani, almával mondjuk, tehát akkor könnyebben emésztődik, mondjuk reggelire. Tehát a bejklit nem úgy kéne együk, hogy ebéd után, nagy evések után ez a cukros bejkli nagyon nehézé teszi az emésztést, hanem mondjuk reggelire két szelet diós bejkli, egy szelet mákos bejkli, de ki tud két szelet bejklit megenni? Hát ha bejklit eszel, megeszel fél kilót. Igen. Nem, hát ez külön étkezés, ha mondjuk a reggeli kása helyett bejglit, gyümölcsel és a szalványokkal. Aha, de csak akkor, ha kását reggelizel? Tehát azok, egy pici zabkása elmegy hozzá, tehát így könnyebben emésztődik, mert az a baj, hogy a bejglibe fog állni a bélben. Tehát valamivel lazítjuk a dolgot. Hát ezért fontos, mert ugye a zsíros, tehát a bejgliben ugye diótöltelék van, meg mágtöltelék, ezek több órával hosszabban mennek ugye a szervezetben, mint a többi étel, mint a saláták például. Hát. Úgyhogy mindenképpen így használható, csak nem úgy, hogy megeszek mondjuk 10 szelet bejglit, és akkor semmi nincs. Jó, majd én erre gondolok majd akkor, amikor majd betolok másfél kiló gesztenyés bejgli egybe. Azt hiszitek, viccel, de tényleg betolja. Tényleg? Mint a szél. Mint a szél, igen. Na, mivel készültél már, Gábor, mit hoztál? Két témánk lenne, illetve hát ami beleférne, az egyik ugye ezek a fagyasztott húsok. Egyre inkább. Ennek most ráadásul szezonja is van, ha valaki nem akar rendeset csinálni, gyorsan, igen, gyerek van, földobja olajba, belekész. Igen. Az a csalóka, hogy a mélyhűtés egyébként egy egészséges technológia, hogyha valaki mondjuk mexikai zöldségköretet vásárol, vagy zöldséget fagyasztva. Az a gond, hogy ha félkész vagy kész ételt veszel, mert akár a haltermék, akár bármilyen hús pogácsát veszel fagyasztva, abba az ipar belenyúl. Tehát az nem natúrhús lefagyasztva, mert ugye az nagyon nehezen, tehát az máshogy enged fel, az levetereszt. Itt olyan technológiák vannak, hogy hát egy kicsit ilyen virtuális hús jön létre, vagy másodlagos hús, erről korábban régebben beszéltünk, de ez egy iparággá vált. Mégis ugye a háziasszonyok nagyon szeretik, mert hogy gyorsan elkészül a gyereknek, igen, egy rántott harudacska. Hát vagy szinte ki se kell már engedni. Rántott csirke, ki se kell engedni, bedobod ugye a forró olajba, és pillanatok alatt megsül. Meg rá van írva, jobb, hogy lehet vásárolni belőle. Igen, eláll. Meg gyors, egyszerűen tényleg hozzányúlsz, ott van, rá van írva, mint 60-70% csirkehús. De mit hogy csinálnak vele, hogy ne essen szét? Tehát ugye itt arról van szó, hogy a húst megkutterezik. Ami azt jelenti, ugye, hogy késes vágókon teljesen pépesre, egynemű pépesre darálják, és itt jön a technológia, hogy olyan állományjavítókkal, testesítőkkel, stabilizátorokkal kezelik, hogy a tömege növekedni fog, tehát úgymond lazítják a szerkezetét, és vízmegkötést alkalmaznak benne. Nagyon egyszerű, módosított keményítőt tesznek bele. Lehet, hogy kerül bele egy kis szójafehérje, buzaglutén, zsemlemorzsa, ugye például, ha már a bejgli, ugye a bejglinek ha megnézitek, van olyan bejgli, aminek a töltelékében mondjuk ilyen 10-15% vagy annál is kevesebb dió van, zsemlemorzsával érik ezt el, meg ilyen búzadarával. Most ezeket használhatják a hústerméknél is, most már ugye rá kell majd írni, hogy van benne glutén, meg szója, fehérje, meg ilyesmi, és így jön létre az a húspogácsa, vagy az a halpogácsa, amiben sokkal kisebb mennyiségű maga a színhús, sőt, hát ugye inkább a nyesedékhús, és mégis az íze, az állaga, a fűszerezés, az aromák miatt, ugye van már hús aroma, tehát csirke hús aroma abszolút létezik, hal aroma is létezik, különböző fűszereket adnak hozzá, és így jön létre. De ha ráírják a csirkemell filé, akkor ennek ellenére nem biztos, hogy csirkemellből van? Tehát fölturbosítják azt a 40% csirkemellet még valamivel, egyrészt, hogy több legyen, kettő, hogy olcsóban kijöjjön? Akkor rá kéne írni, hogyha az más húst is tartalmaz. Csak de nem írják rá. Hát itt a nyesedéket használják, ami nem biztos rosszabb minőségű, de nem azt a filét használják, amilyen szép formás, hanem az elhullott részeget, ugye a nyesedéket használják, azt dolgozzák bele ezekbe a húspogácsákba. De ízre, állományra nagyon hasonlít az igazi húsra. Azért, ha meggondoljátok, hogy 20-30-40%-ban ugye más van benne, nem hús, hosszú távon el lehet ebből adni ugye több tonnát. Én azt nagyon szeretem, amikor azt látod, ugye egy feliratod, erről már sokszor beszéltünk, hogy 100% csirkehús. Fordítasz egyet az acskon, megnézed, és ott vagy 63%. Tehát a 63-nak a 100% a csirkehús. Ez megint nagyon egy jó, trükk, hogy ezt mondtad, ugye? Igen, abszolút. Mert 100%-ban, tehát a húson belül 100%-ban csirkehús tartalmaz. Csak a teljes termék esetében ez 60%. Azért, hogy mit csinál, oda nyúl, és azt látsz, 100% csirkehús, nincs benne plusz, nem tudom mi, x dolog, megveszem a gyereknek, de annak csak a 63%-a 100% csirkehús. Egyébként ez értem, hogy miért nem büntetik egyébként. Ez a fogyasztó teljesen egyértelmű megvezetése, hogy miért nem vág oda a fogyasztóvédelem. Igen. Ezt nem szabadna így ráírni.
Igen, igen, vagy valami konkrétabban, tehát ugye, hogy a húson belüli százalék. Én úgy tudom, hogy a törvény ezt megengedi ilyen módon, csak azért azt is jelzi, hogy jelölés nem lehet a fogyasztó számára félrevezető. Azért itt azért félrevezetésről beszélhetünk. Nagyon fontos mindig a címke, az összetétel, és hány százalék benne a hús, milyen típusú húsok vannak benne, mert vesztek egy pulyka felvágottat, abban is tettem sertéshús, vagy lehet sertéshír. Ipari szalonna benne. Csak nem írják rá. Csak ugye döntő részben ugye azt mondja a törvény, hogy arról kell elnevezni a terméket, ami domináns benne. Az mit jelent, amikor azt látod mondjuk egy jó minőségű szalámin, hogy 100 g termék 150 vagy 160 g termékből készült? Az jót jelent, ugye? Az jót jelent. Szárítással, sűrítéssel készült termékeknél, ugye a vég térfogat, az kisebb lesz, mint a kiindulási térfogat. Ez ugye a füstölés során is ugye zsugorodik a termék, szárad a termék. És egy jó szilvalekvár esetében is azt látjátok, hogy mit tudom én, 150, 180, bocsánat, másfél kilogramm, ugye, vagy két kilogrammból lesz egy kilogramm végül a késztermék, vagy akár lehet, hogy 3:1 az arány, és végül egy nagyon sűrű lekvárt kapunk. Igen, egyébként sokkal finomabbak, tehát ha azt látod, hogy 100 g szilvalekvár 70 g szilvával készült, ez egy ilyen híg, nagyon szilva ízű, de ugye még 30% más, és amikor azt látod, drágább, nyilván jóval drágább, nem is lehet összehasonlítani az árakat, hogy 100 g szilvalekvár 150 g szilvából készült, hogy belerakod a kanalat, és így megáll benne, mert annyira sűrű. Így van. Tehát akkor ez nem egy átverés, hanem egyszerűen annyiból készül. Ez teljesen valós, sőt, azért is egyébként lekvárnál kötelező ráírni, hogy hány gram kiindulási termékből készül a végtermék, hogy a fogyasztóképbe lehessen abszolút. És a pektin, ugye ez egy olyan zselésítő anyag, ami egész szilárd lekvárt hoz létre. Sokszor az olcsó lekvárok, amiket sokan vesznek, az ugye pektinnel készül, és van benne mondjuk 30-50% gyümölcshányad. És akkor ezeket a húsokat a gyerekeknek például nem is ajánlanád? Azon háziasszonyoknak, akik mondjuk nem akarnak főzni, a gyerek egyen valamit, szereti, nátriumglutamát sajnos van benne, miatt van egy ilyen ízrobbanás, de mondjuk a gyerek tényleg kedveli, és csirkemell, filé, rudacskák, vagy ilyen, vannak már ilyen meseformák, mit tudom én. Tehát, hogy kisebb tápértékűek, nem mondom azt, hogy ne használjuk, ezek iparilag készített, gyártott hústermékek, a fogyasztónak ezt tudnia kell, amikor vásárol, és az, hogy ünnepekkor valaki vesz ilyet, azt én el tudom fogadni, de rendszeresen, állandóan szerintem egy kicsit ablakon dobjuk ki a pénzt, mert a keményítőre ne fizessünk. Aha. Hát, hogy a húst veszek, hogy húst akarok tehát venni, azt akkor ne vegyek keményítőt. Hogy fogyasszál te is, meg a család is, meg a gyerek is nagyon sok halat, mert egyébként hal nagyon egészséges, azt ne azzal érd el, hogy ilyen előre panírozott halrudacskákat vásárolsz, mert az adott esetben több szénhidrátot meg fehérlisztet viszel be, mint halat. Pontosan, mindig meg kell fizetni azért, hogyha valaki készételt vesz, tehát a kényelemért fizetünk. A kényelemért fizetünk ilyen szempontból mindig gyakran egy gyengébb minőségű, vagy gyengébb összetételű termékkel fizetünk. De egészségkárosító hatás ezeknek nincsen, ugye? Miért csak nem, az átverés. Igen, de miért nem lép föl ilyenkor tényleg valaki? Hát miért nem mondja azt, hogy nem írhatod rá, hogy 100% csirkehús, ha fordítasz egyet a papíron, én agyvérzést kapok egyébként boltokban, míg a Viki vásárol, én megyek utána, és mindent olvasok el, mert én meg imádom. És 60 g csirke, tehát miért engedi? Miért nem vágnak oda, hogy nem írhatod rá, hogy 100% csirkehús, mert nem 100% csirkehús, csak 60. Kamu, a többi buzadara, bliszt, víz, mit tudom én. Miért nem vágnak oda? Hát nézd Balázs, szerintem ebben is lesz változás, igazad van. Tehát ez félrevezető, hogyha a csomagolás előső homlok részén van ez a 100%, ez félrevezető. Ez félrevezető, de ugyanakkor kötelezik a gyártót, hogy ráírja a termékre, hogy a húson belül hány százalék volt. Ez egy új törvény, ez mikor? Ez januártól lép életbe, vagy rá kell pontosan írni, és föl kell pontosan tüntetni, hogy mi december van benne? December 14-től most nagyon sokára, igen. Szigorítják, szankcionálják, komolyan veszik, ellenőrzik. De jó. A fogyasztó tehát több információt fog kapni az allergénekről, a húskészítmények piacát is szigorítják. De a százalékokkal lehet bizony játszani, hogy 100% vagy 60%, az tényleg nem mindegy. Mindig a címke. És most ugye a címkét is, ugye úgy kell a betűket, a betű méreteket is úgy szabályozzák, hogy látható olhasható legyen végre. Olvasható legyen, igen, 0,9 mm. Végre, tehát nem írhatod le, hogy gyümölcs ital, vagy gyümölcs ízű készítmény, nem tudom, hogy gyümölcs ital, tényleg, amiről ugye beszéltünk, és 1% gyümölcs van benne, és rá van nagy betűkkel írva, hogy multivitamin. Hát úgy rúgnám segbe az érdet tényleg, ráadásul mi vitamin, és a laikus szülő multivitamin. Hát jó, milyen jó hívó te. Szó, hogy multivitamin, érted? 1% gyümölcs. Reméljük, hogy változni fog. Igen.
Miközben ugye a tápanyag kiegészítőknek a jelölését nagyon megszigorítják, tehát az élelmiszerekről le kell venni mindent, nem használhatod, hogy mire jó, vagy mire hasznos, egy áfonya, egy aszalt áfonya tele van flavonoiddal, nem írhatod rá, nem informáltod a fogyasztót, ezt én sajnálom, hogy ez a törvény ilyen szempontból szigorodik. Tehát ez, azt gondolom, hogy az élelmiszereknél is vannak olyan hatások, hogy segít a megelőzés, de megértem, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ezzel gyógyítani tud. Persze. Ugyanakkor egy multivitaminon rajta van, hogy multivitamin, és a fogyasztó, ha vitamin szót hallja, mindig pozitív emóciókat vált ki. Mindig, ugye a vitamin szó az alapvetően egy pozitív szó, egy multivitamin, pláne. És ezeket a kifejezéseket, és én azt gondolom, jó, hogy felmerült ez most abszolút, hogy ezeket is valahogy megszigorítanám, főleg, hogyha csak néhány százalékban. Hát főleg, persze. Cukrozott vizet iszik a gyerek megszínezve, 1%-os gyümölcstartalom. Most az 1% gyümölcstartalom, azt tudjuk, hogy effektíven nincs benne semmi. Tehát az 1% gyümölcstartalom, az most benned is van, Jani, meg benned is, mert 3 hete megette egy fél epret, akkor van benned 1% gyümölcstartalom. Hát tehát még az is jobb, hogyha mit tudom én, hogyha a 100%-os gyümölcsöt vízzel higítod. Hát bármi, igen. Jó, oké, tehát akkor itt óvatosak legyenek a szülők, ezt nézzék meg, és nem kell a gyereknek minden este ezt adni, vagy akkor tényleg inkább két csirkemell fordítsanak kettőt az olajban, és inkább azt süssék meg. Így van. Mondtad, hogy van még egy nagy átvágás, erre még van pár percünk, ami ugye szintén a napokban kezd elterjedni, és ennek is nagyon sokan bedőlnek, és hogy erről is akarsz beszélni. Igen. Eljött az ideje, hogy beszéljünk a kókuszolaj, kókuszzsír átverésről, ha szabad így mondani. Ugye hát a szónak ebben az értelmében átverés, hogy nem mindenki tudja, hogy többféle kókuszolaj, kókuszzsír van forgalomban. Ugyanis vannak a gyenge, silány minőségű kókuszolajok, amelyek ugye a kókuszdióból származik ez a bizonyos kókuszolaj, de ezek úgy készülnek, hogy megszárítják a kókusznak a húsát, és így készül egy anyag, aminek az a neve, hogy kopra. És ez a kopra nevű anyag, ez a szárított kókuszdió hús, ez kerül tovább értékesítésre. Jó, hogy most ezt nem látjátok, hogy néz egy ilyen ki, és milyen illata, szaga van egy ilyen koprának, és ez áll, többé-kevésbé ugye raktározzák, és ezután kerül ez sajtolásra, és ebből a furcsa színű szagú koprából, ebből a szárított, füstölt kókuszhúsból préselik, illetve sajnos rosszabb esetben a tömegkókuszsírnál hexán nevű benzinszármazékkal kioldják. Szuperül hangzik. Ezeket miben teszik? Tehát hol vagyunk veszélyeztetek, hogy milyen termékeknél? Ugye most ez nagyon nagy divat, hogy kókuszolajjal helyettesítünk bizonyos dolgokat. Hát a különböző ödrös fóliás termékeknél, amelyik túl olcsó, ugye a tömeg. Tehát itt is, amikor elindult a kókuszsír kérdés, akkor vagy a forgalmazás, talán még jobb minőségűek lehettek, de amióta tömeg kókuszsírok vannak, sőt, ugye átállt a margaringyárak is átálltak a kókusz olajra. A tömegkókusz, a tömegolajgyártás hozta magával ezt a gyenge minőséget, tehát most már merem mondani, hogy én magam is javasolom időnként a kókuszsírt, de nem ezt. Tehát nem ezt, nem a hexánosat. Jobb esetben préselik, tehát amire az van, hogy préselt, az mindenképpen, amire ez nincs ráírva, az valószínű hexánnal lett kioldva. Van, amelyiket hidrogénezik. Azt föltüntetik, hogy hexán van benne? Nem. Ugye? De hát szinte minden, technológiát nem tüntetik. Szinte minden napra forgó olaj, ami nem hidegen sajt, az hexánnal készül, ugye ezzel ellen felemeltük a hangunkat, bár kifejezetten nincs kimutatva, hogy mérgező volna, de a hexán benzinszármazékkal való kioldás nem szerencsés. Aztán műtrágyázzák most már a pálmákat, tehát a pálma, a kókuszpálmát is, illetve injekciózzák a fákat, és emiatt ugye jobban terem, ugye ezt nem lehet permetezni, mert elég magas, ezért műtrágyázzák, tehát ott a környékét kezelik, és emiatt a kókuszsírba is bekerülnek különböző vegyszerek. Jó, de ez a műtrágyázás, ez gyakorlatilag minden egyes mezőgazdasági termék. Ez jelen van. Jellemző lehet. Tehát, ez jelen van, csak ugye egy messziről jön az áru, és ugye tudjuk, hogy minél messzebbről jön, annál kevesebb az információn, kivéve, hogyha mondjuk biominősített. Hát az a lényeg, hogy én magam is átálltam azokra a kókusztermékekre, amelyek a friss kókuszdióból préseléssel készülve azonnal a kókuszolajat letöltik. Nem hangzik túl jól. Nincs kopra, nincs füstölt, szárított kókuszdió hús, és vigyázzunk most már, mert ez a piac is bővül, és tudjuk, hogy ha egy piac bővül, akkor a finomított, fehérített, szaktalanított termék kerül forgalomba. Hát most már meg kell nézni a minőséget. Nem abban a helyzetben vagyunk, hogy örülünk, ha van egy fajta a forgalomba, hanem van 20 fajta a forgalomba, és most már rá kell menni, meg kell kérdezni, meg kell nézni, leinformálható forrásból kell vásárolni, és vegyszermentes bioforrásból kell vásárolni. Azt gondolom, hát hogy igen, ez a jövő. Ez a bio is tudod, szóval, hogy most tényleg, amiről pont a múlt héten beszéltünk, hogy ekkora csalódás volt, ez egyik legnagyobb kedvenc biomárkánkról derült ki, hogy
nyomokban igen. egyébként tartalmaz igen, ezt, le. Azt. Tehát, mindegy. Hogy... Na mindegy, egyébként ettetek már kókuszvirág cukrot? Hát azt nem, viszont van 40 liter kókuszolajon férje a kórhelyben, nem tudnátok elsütni. Hát, köszönöm, nem ott rendesen főzünk, tudod? Tehát ott ételek készülnek, úgyhogy... Most vásároltunk be, nagyon jó áron volt. Hajrá! Igen, van eladó 50 liter használt sütőolajam, nem? Így van. Átveszik, tudod. Jó, ezzel is vigyázni kell most. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Mit reggeliztél, drága Gáborom? Mesélj köszönöm. Valamit. Ma sima zabot na. fogyasztottam. De csak mit így tettem simán. Hozzá? De semmi. Semmi extra. Semmi kis feltét. Na. Zabpelyhet főztem kókusztejbe, na. majd áfonyalekvár került rá. Na azért. Sima zab. Asszalt, fekete cseresznye volt. Egyre messze vagy a simától azért. Aha. És... csicsóka szirup ment rá, kis agavé szirup. Duplán agavé csicsóka. Mitől ünnepnapot adtál magadnak? Almával. Megjutalmaztad magad? Aha, ez előkarácsonyi? Ilyenkor akkor nincs sok időm, akkor csak így. Ja, hogy akkor összedobom. Aha. Összedobom. Aha. Tehát most nem volt annyira nagy tudatosság benne, hanem így, és, azért egy gyors számolást végeztem. Akkor van olyan, hogy mondjuk mire véget ész, és az utolsó szirupot is rácsorgatod, addig az első szirup megromlott? Mert, hogy nem? Ha ez már gyorsan készült, akkor mi van, ha van időt? Rutinszerűen működnek, igen, és hát szinte minden ott van kéznél, és ezért... Menyülök a szekrénybe, és ott van a szirup, ott van a zab. Jövő csütörtökön nem tudok rossz helyre nyúlni. Nagyon várjuk a karácsonyi menüdet. Nagyon. Azt biztos, azt meghallgatjuk. Igen. Hoznék egy kis mintát akkor majd. Jó, jó lesz. Van, hozzá nekünk. Gábor, köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.